Jelenleg a Földön élek, és nem tudom, mi vagyok. Az egyetemi évei alatt többször érte az a megtiszteltetés, hogy főszerepet játszhatott el. Most a pluszt az jelenti, hogy mindezt már közönség előtt kell megtennie. A Gospel Musicalben Jézust alakítja a Kaposvári Egyetem negyedéves színész hallgatója Szent Györgyi Dániel. Nagyon örült, hogy Kéri Kitti tanára és rendezője ezt a szerepet neki szánta. Nagyon élvezem, az osztályommal lehetek, én nagyon szeretem őket. Nagyon jól összehangolódtunk így a negyed év végére, vagy elejére, bocsánat. Úgyhogy jókat improvizunk, és ezek alapján jöttek létre ezek a szituációk. Én az énekléssel így az egyetem alatt találkoztam. Az adottságom az úgy megvan hozzá, de nagyon jó képzést kaptam, amit nagyon köszönök az egyetemnek. Úgyhogy mindkettő közel áll hozzám most már így azért a negyed év elejére, remélem. Úgyhogy így állunk most. Szágult szél, hirdesd, eljött az Úr. Áradj fény, hirdesd, eljött az Úr. Basszusgitáron játszik, narrációt mond, játszik a darabban Csapó Judit, szintén negyedéves színész hallgató. A musical különlegessége, hogy élő zenekar játszik a színpadon. Összeszokott színész hallgatók, akik már az első évfolyamtól kezdve együtt zenélnek. Klasszikus gitáron tanultam, és aztán ez alakult át basszusgitárra az egyetemen, illetve még csellózni kezdtem az egyetemen, de hát az ugye nyilván több időt igényel, hogy szépen meg lehessen szólaltatni egy vonós hangszert, úgyhogy ezért inkább basszusgitáron játszom itt. Illetve stílusában is a basszusgitár sokkal jobban illik a Gospelhez és ehhez a feldolgozáshoz, amit mi itt létrehoztunk. Nem konkrét szerepem van, hanem narrálok, tehát történetet mesélek el én is úgy, mint a többiek. Szerencsére sok improvizációra ad lehetőséget a darab, amivel igyekszem is élni. Nagyon örültem neki, hogy a Pécsi Színház meghívott minket. A próba folyamat nagyon érdekes volt, hiszen a Covid az többször is próbálta eltörölni. Aztán végül sikerült létrehoznunk egy kisebb csúszással és sok megszakítással. Én azt hiszem, hogy kicsit erről is szól a darab, hogy hogyan tudunk ennyi nehézség árán is létrehozni valamit, megküzdeni mindennel is. Dobosként szeret a háttérben meghúzódni Katona Levente, negyedéves színész hallgató. Mivel mindenki más hangi adottságokkal rendelkezik, ezért neki sokat kellett tanulni a hangképzést, de éppen ezért sokat is fejlődött. Kéri Kitti tanárok és rendezőjük szintén sokat segíti fejlődésüket, személye fontos hallgatói számára. Hát én zenei általános iskolába jártam, és nekünk kellett választani egy hangszert, és nem tudtam, ezt tetszett. Hát 7 éves voltam, szóval, hogy szerettem ütögetni dolgokat. leginkább ez vonzott az egészben, és amikor ide kerültem az egyetemre, akkor elgondolkoztam, hogy mégis mi az, amit el tudnék képzelni magamnak, amilyennek én kívülről látnám magamat szívesen, és úgy voltam ezzel, hogy ha már volt egy kvázi kis előképzettségem ezzel a hangszerrel, akkor miért is ne fejleszteném ezt még tovább. Mindig vezetve vannak a gondolataink ebből a szempontból, tehát nagyon sok minden segít. Éppen, hogyha kérdésünk van, valamit nem értünk, akkor bármikor tudunk hozzáfordulni. Nem volt még arra példa, hogy valamilyen kérdésre ne tudna válaszolni. De ellenben nagyon sokszor kapunk szabad kezet. Ugye, mint elhangzott, nagyon sokat improvizálunk, bábozunk ebben az előadásban. Szóval, hogy alapvetően sok lehetőségünk nyílik arra, hogy mi magunk tapasztaljuk meg azt, vagy találjunk ki bizonyos szituációkat, és akkor, hogyha valami nem klappol bele, vagy hogyha a darab egészét kell nézni, akkor pedig mindig ott van tanárnő, és segít nekünk, hogy mi az, ami,
beleillik, vagy nem. A magyar származású Stephen Schwartz szövegíró zeneszerző nevéhez olyan műzikelek kötődnek, mint a Gatspell, a Pocahontas, az Egyiptom hercege és a Bűbáj című filmek dalszövegei. A Gatspell óriási sikere meglepte az akkor 23 éves zeneszerzőt és az alkotótársulatot. A fiatal, friss, kirobbanó zenei hatásokra épülő műzikel középpontjában a fiatal korosztály Isten keresése, filozófiai és egyben a világ egyetemes kérdéseire reflektáló vitáik és a közösség születése áll. A kaposvári negyedéves színészakos hallgatók a laza szövetű dramaturgiára épülő művet játékosan, sok humorral, önreflexiókkal kísért helyzetgyakorlatokkal, olykor provokatív módon fűzik fel a zenés és a fizikai színház eszközeivel. Az előadás a Gatspellben egy szeretet nélküli világban a szeretetet hirdeti.